tudatosan vállalta azt, hogy, itt összeállt egy kiállítást, úgyhogy a Neurogaléria akkor tulajdonképpen szünet nélkül folytatódhat. Ez azért külön öröm számomra, mert ma hallottam először, hogy egy beteg korán reggel megszólított, és azt mondta, hogy már aggódott, mert két napja üres volt a fal, és már aggódott. Úgyhogy szeretném most megkérni dr. Halász Gabriella, a főigazgató asszonyt, hogy ismétlésen részt. Ez a részlet lényege, hogy mindenkiben más talált ki. Nem nagy titkot árulok el, amikor azt mondom, hogy amikor nézem a képeket a kiállítás megnyitója előtt, akkor azt keresem, hogy ki van mögötte. Ezekről az jutott eszembe, hogy egy nagyon kemény és mégis nagyon érzékeny ember festette ezeket a képeket, aki valami ellen küzd, valamit fel akar oldani. Amikor elolvastam az önéletrajzát, akkor ez megerősített abban, én azt gondolom, hogy két nagyon meghatározó alapérzéket. És talán ez a művész, az ember a Thanatos ellen, a görög mitológiai isten, a halál isten ellen küzd, akinek ugye az volt a feladata, hogy egy adott időben a halálnak levágta egy hajtincsét, megragadta a lelkét, ezt átadta a Hermésznek, aki aztán azt átsegítette túlvilágon. Tehát lehet, hogy ő ellene küzd, de talán és most kibújik belőle a pszichiáter, a freudi értelembe vett Thanatos, a destrukció, az agresszió, az élet pusztítása ellen küzd a művész, és talán így próbál feloldást nyerni bizonyos sérelmérni. Lehet, hogy igazam van valamennyire, lehet, hogy nem. Amennyiben nincs igaza, akkor marad a puszta esztétikum, és mindenkinek kívánom, hogy gondolkodva legyen. Köszönöm szépen!